Műsorunk támogatója a Flirt motorvonatok hazai gyártója, a Stadler Rail csoport. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, ez a Szolnok Sport, a Szolnok Televízió hetente jelentkező sportmagazinja. Kosárlabdával kezdjük a mai adásunkat. A legutóbbi Alba-Fehérvár elleni vereség után Kecskeméten próbált javítani a szolnoki olajbányász, és igencsak izgalmas csatát vívott egymással ez a két gárda. A hajrában bármelyik csapat megnyerhette volna a derbit, de végül az olaj koncentrált jobban, és elhozta a győztesnek járó pontokat Kecskemétről. Új légiós mutatkozott be a Kecskemétben, a KTE 5 ponttal is vezetett az első negyed közepén, ám Pallai Dudaszóra bevert félpályás triplájának köszönhetően a Szolnok mehetett előnnyel a kis szünetre. A folytatásban is fordulatos, némelykor egészen színvonalas játékot nyújtott mindkét csapat, amelyből azonban a Kecskemét profitált többet, hiszen a nagy szünetre átvette a vezetést. A harmadik 10 percben meglépni látszott a KTE, 48-39-re vezetett már. Innen azonban az olaj csinált egy 14-0-ás futást, erre alapozva 60-58-ra vezetett a negyed végén. A negyedik szakaszban 7 pontosra nőtt a vendégek előnye, ám 67-74-ről egyenlíteni tudott a Kecskemét. Az utolsó 2,5 percben azonban csak az olaj szerzett pontot, összesen 7-et, így 81-74-re győzött a fordulatok meccsén. It's a very tough game for us defensively. We just couldn't get things right on the defensive end, but we just tried to stick with it and just play as hard as we can to be able to give ourselves the advantage. I'm just proud of the way we just stuck with it and just played hard, even though some things wasn't going our way. We just stuck with it and played together, and that was the most important thing for us, just to play together. Yeah, very tough game. We knew and we expect something like this. Behind us is very difficult or tough period. You know, first we had COVID, we couldn't practice. Then we had flu problems, some other problems, medical problems. So honestly, even today, before the game, we didn't know who will play, who won't play. And from this reason, of course, our game and our performance is not what we would like. But like Merkit mentioned, team stay together, team fight, they give their best, we rotate a lot and all of the players give something, you know. This is the most important to this success. And we have to be very satisfied with the final result. We play against good team here in Kecskemét, it's always difficult to play. They were good tonight and I think this counts a lot. But you know, we have to forget it, we have to really work hard, we have to improve our game to reduce these unnecessary and unforced mistakes which are giving opponent always to come back in the game. We have a very tough schedule in front of us in together with today game. In 13 days we play 4 games, so in this situation what we are now, it won't be easy, but I believe in tight trust on my team and I really believe that they will give again their best, so we have to forget it, we have to work further and to try to compete. Labdarúgással folytatjuk, itt sajnos nincsen ilyen örömteli hír, ugyanis továbbra sem tud győzni a szolnoki MÁV FCMB2-es labdarúgó csapata, a miénk ezúttal Soroksáron kaptak ki, pedig az esély megvolt, a hazai vezetés után tudott fordítani a szolnoki MÁV FC, de a Soroksárnak erre is volt válasza. Kiesési rangadóra került sor a Harasztúti Sport létesítményünkben, méghozzá egy tipikus 6 pontos mérkőzés. A Szolnok kieső helyen állt, egy ponttal volt kevesebbje, mint nekünk, mi még éppen, hogy nem voltunk a veszélyzónában, de egy vereséggel abba kerülhettünk volna. Lipcsei Péter két helyen változtatott, Magyari és Nagy Olivér helyett ezúttal Korozmán, illetve Ternován kezdett, Gyömér Gábor pedig már leülhetett a kispadra. A mérkőzést Gál Ákos vezette, asszisztensei Kulman Tamás és Ország Péter voltak. Teljesen más mentalitással futott ki a pályára a Soroksár, nem azt az arcát mutatta, akik egy héttel ezelőtt kikaptak a Kecskeméttől, nekiestek a Szolnoknak és egymás után próbálták kidolgozni a helyzeteket. A 8. percben Redzsics került helyzetbe, Hegedűs Lajos nagyot védett. A Szolnok ekkor még jól állt a lábán,
Mindig volt egy védő, aki belenyúlt egy átadásba, és ezért nem tudtunk nagy helyzetet kialakítani, azonban a 14. percben már óriásit kellett védenie Hegedűs Lajosnak, Korozmán tekerését fogta ki. Aztán a 20. percben Hudák adott forintos labdát Redzsicsnek, aki a lesvonalról lépett ki, elvitte Hegedűs Lajos mellett a labdát, majd az üresen tátongó kapuba helyezte a vezető gólunkat. A gól után éledezni kezdett a vendégcsapat, és Busai révén egy perc múlva majdnem kiegyenlítettek a szolnokiak, azonban mellé fejelt a támadó. 7 perccel később azonban elszámoltuk magunkat, Tömösvári került helyzetbe a bal szélünkön, csavarása pedig a hosszúba ment és óriási gólt ragasztott a bal felső sarokba. Váratlanul kiegyenlített a szolnok a 28. percben. Majd a 35. percben ismét Tömösvári volt a főszereplő, ezúttal nem célzott olyan pontosan, mint néhány perccel előbb, Varga megfogta a labdát. A 40. percben azonban váratlanul átvette a vezetést a szolnok. Csontos nem tudott felszabadítani, Busa Bence elvitte a labdát és ellőtte azt Varga lábai alatt. Váratlanul vezetéshez jutott a vendégcsapat. A szünetben egy csere, Gyömbér Gábor, a csapatkapitányunk beállt, és megváltozott a csapat mentalitása, a vezérek egyre jobban kezdtek el játszani. Itt például Korozmán lövése éppen csak hogy mellé ment az 53. percben, de elkezdtünk egyre jobban focizni. 59. perc pászka a szögletnél, Gyömbér remekül vált le az emberéről, azonban Hegedűs óriásit védett, kiszedte a léc alá tartó labdát. Kettős csere a 66. percben, Szerető állt be, majd Csernik is. És ez a csere nagyon jó döntésnek bizonyult, ugyanis Csernik fél perc múlva már kiegyenített, gyönyörűen fordult le, és ballábas lövése utat talált Hegedűs Lajos hálójába. A 72. perc pászka indította Lovrencsicset, aki egy pattanás után lőtt, nem sokkal lőtt kapu felé. A 75. perc Ternován indította Cserniket, Csernik középre passzolt, Lőrinci egy átvétel után lőtt, Hegedűs nagyot védett. Azonban a 84. percben sikerült átvennünk a vezetést, Csernikhez került a labda, aki egy szűk átvétel után kapura lőtt, és kilőtte jobbal a hosszú alsót. Múlt héten Redzsics tudott duplázni, ezúttal pedig Csernik, azonban micsoda különbség, akkor 0 ponttal hagytuk el a játékteret, most 3 ponttal. Remek volt a lövés Csernik Kornéltól. 90. perc Szerető is helyzetbe került, erős lövését a rövidnél tudta Hegedűs Lajos lábbal hárítani. 2 percet hosszabbított a bíró, azonban nem tudott ekkor sem helyzetet kialakítani a vendégcsapat, hatalmas csatában megérdemelten tartottuk otthon a 3 pontot. Soroksár SC, Szolnoki MÁV FC 3-2, folytatás jövő héten a Pécs ellen. Az elején a Soroksár jól kezdett, kicsit ilyen riadt nyulak voltunk. Aztán érdekes módon, hogy amikor gólt rúgott a Soroksár, akkor kezdtünk el jobban játszani. Kiegyenlítettünk, megszereztük a vezetést, és jobban is játszottunk. A második fél időben nagyon felpaprikázva jött ki a Soroksár, és mi meg nem nagyon tudtuk megtartani előre a labdákat, és mindig csak jöttek, és ilyenkor persze, hogy fáradunk, és akkor vannak ezek a hibák, hogy elmegy a fejünk fölött a labda, cselezgetünk a 16-oson belül, elveszik a labdát, és hát végül is megszerezték a vezetést, sajnos nekünk nincsenek ilyen cserejátékosaink, itt a Soroksár, hogy bejön valaki, ez 2 gólt rúg. Nekünk az a játékosunk sem tud 2 gólt rúgni, aki kezdő, úgyhogy sajnos ezzel küzdünk, de hát nem adjuk fel, mondtam is a múltkor, hogy megyünk tovább. Azért 2 gólt rúgtunk idegenbe, az lehet, hogy x-en legalább kellett volna, de sajnos nem sikerült így, újra vereséggel hagytuk el a pályát. Gratulálok a csapatnak.
viszont az első fél idő 20 percében extra teljesítmény jutottak, és ezt is kértük, hogy próbáljunk egy picit rájuk menni a Szolnokra, és nyomást gyakorolni rájuk, és megszereztük a vezetést egy gyönyörű szép góllal. Utána ezt nem tudom megfejteni, vagy megoldani, hogy kaptunk egy gólt, és akkor utána összeesik a brigád. És ahelyett, hogy mi 1-0 után rárúgtuk volna a második gólt, sokkal könnyebb lehetett volna a játék, ehelyett mi kaptunk egyet, és utána pedig mi kaptuk arra az egyre a második gólt, és így mentünk be a fél időbe, hogy vezetett a Szolnok 2-1-re. Nyilván egy picit keményemnek kellett lennem a fél időbe, és úgy jöttek ki a második fél időre, hogy én azt elvártam, és hát nem utolsó sorban, ugyebár kellettek a cserék is, hiszen a Kori extra szenzációsan szállt be. Az első labda érintése gól, és hát nyilván amit ő tud, amit szűken át tudja venni a labdát, és abban a pillanatban lőtt, az extra megoldás volt. Úgyhogy nagyon kellett ez a győzelem. Én azt gondolom, hogy nem szabad itt senkinek hátradőlni, mert azért nagyon sok mérkőzés van, hanem az, hogy ezzel a mentalitással ugyanígy melózni mindenkinek, és mindenkinek odaadni magát. Ezt mondtam most a meccs végén is, hogy a szívét, lelkét rakja bele. Jobban kezdtünk sokkal. Azt hittem, hogy nagy különbségű győzelem lesz. Aztán jött ez a hiba, ami szokott a gólunk után, valahogy nem tudom, meglőttük az első gólunkat, és megnyugszunk, és rossz értelembe értem ezt a megnyugvást, mert talán kiengedünk is egy kicsit. És jött a hiba, de aztán tudtunk reagálni, és ez a lényeg, ebből kell építkezni a jövő héten is. Vízilabdázóink viszont nem vívtak túl izgalmas csatát az UVS-e ellen. Zsivko Gocics együttese érvényesítette a papírformát, és magabiztosan győzött, így készül a közelgő rangadókra. Bár a vendégek szereztek vezetést, ez az állapot nem állt fenn sokáig, hiszen még az első negyedben 5 gólt lőtt a Szolnok. A másodikban is ugyanennyiszer volt eredményes, azonban 2-szer annyit kapott, mint az első negyedben. A félidei 10-6-os állás után is ragaszkodott a 8 perc alatt 5 lőtt gól elvéhez a fehér sapkás csapat. Viszont ahogy fogyott a vendégek lendülete, hite, úgy erősödött a Szolnok védekezése. 15-8-al kezdődött az utolsó negyed, amelyben csak 4 gól született, valamennyit a Szolnok lőtte, így az előzetesen várt különbséggel 19-8-ra győzte le az UVS-ét. Tudjuk jól az első fordulóban is, meg egyáltalán a szezonban a Szolnok meghatározó jó játékot játszik, és annak örülök, hogy egy picit a támadásainkban nagyobb átütő erő volt, mint a nyíregyházi első mérkőzésen. Nyilván ez a nyílt, hogy úgy mondjam, kard-ki-kard játék a támadásban, az mindig több veszélyforrást jelent, hogy a védekezésbe lefordulásból, vagy rendezetlen védelemből helyzet alakul ki, és azt egy ilyen szintű csapat góllal tudja befejezni. Örülök, hogy bár nyilván nem egy olyan nagy siker, hogy 20 gólnál kevesebbet kaptunk, de mit mondjak, itt voltam december végén a Szuperkupa döntőn, most szerintem egy hasonló helyzetet élek át hétről hétre, mint amilyet a kollégám átért akkor. Talán ő annyira nincs hozzászokva ehhez, nekem az elmúlt időszakban ez többször megadhatott. Más szinten van a két csapat, sok fiatal játékosunk játszott, és örülök neki, hogy erőszakosan. Én remélem, hogy ez a mérkőzés nekünk sok tapasztalattal szolgál, és leginkább azzal szolgál, hogy amikor hasonló kaliberű csapat ellen, akár otthon, akár idegenben játszunk, akkor tudjuk, hogy mi az, amivel nyerni lehet. Gratulálok értelemszerűen a Szolnoknak. Én is gratulálok a Szolnoknak. Szerintem megérdemelten nyertek, kijött a két csapat közötti különbség. Talán lehetett volna kozmetikázni a kapott gólok számában. Mostanában a 15 gólnál azt beszéltük meg, hogy ne kapjunk többet, mint 15 gól. Ezt most sajnos nem sikerült teljesíteni, de nem gondolom úgy, hogy ez egy szörnyű meccs volt számunkra.
dolgozunk tovább, és a tapasztalatokat tovább visszük a következő meccsre. Azért én is gratulálni szeretnék az ellenfél csapatnak, mert ami bennük volt, az ebbe biztos vagyok benne, hogy vízbe beleálltak a játékosok, úgyhogy ehhez gratulálok nekik. Mi meg azért nem, ahogy látszik az eredményből is, és hozzáállásból, mindenből, nem becsuktuk le az ellenfelet, meg a helyzetet sem, hanem maximálisan odafigyelve, és első pillanattól kezdve, hogy is mondjam, próbáltunk minden percet, vagy minden másodpercet kihasználni, és nagyjából sikerült is. Elegedett vagyok, a 3 pont itt maradt Szolnokon, az volt a fő cél. Tényleg nagy különbség azért a két csapat között, és annyi, hogy mi már készülünk a következő mérkőzésekre. Még egyszer gratulálni szeretnék mind a két csapatnak. Az eredményeiken is látszik, illetve a saját bőrünkön is éreztük, hogy az előző mérkőzéshez képest is nagyot léptek előre. Fejlődik a fiatal csapat. A mai mérkőzést az elején kicsit, én úgy éreztem, hogy pontatlanabbul kezdtük, ezért a fél időben nem sikerült olyan magabiztos előnyre szert tenni, amit utána kellett még a harmadik negyedbe tovább vinnünk. A taktikát nagyjából sikerült betartanunk, amit megbeszéltünk, de természetesen sokat kell még nekünk is fejlődni, és a következő mérkőzésre koncentrálunk most már. A szolnoki röplabda klub viszont érvényesítette a papírformát. A Tisza partiak a hétvégén a Nyíregyháza gárdáját fogadták a városi sportcsarnokban. A Nyíregyháza eddig 9 győzelem nélküli mérkőzéssel állt a tabella utolsó helyén, és nem is tudták tartani az iramot ezúttal sem. A szolnokiakkal, akik így komoly akadályok nélkül húzták be ezt a mérkőzést 3-0-ra. Sérülésekből és betegségekből gyógyultan ismét teljes csapattal álltak pályára vasárnap a szolnoki röplabdások az NB1-es liga alapszakaszának hazai találkozóján. A meccs első szettjét a Mieink nyitása indította, ami meg is hozta az első pontot a röplabda klubnak. A Nyíregyháza válasza egyből érkezett, azonban hamar megmutatkozott egy gyengébb csapattal áll szemben a szolnoki gárda. 12 hétnél a vendégek időt kértek, azonban ez a röpke pauza nem állította meg a mieinket. 25-13-mal tettek pontot a szett végére. Bár a második etap több izgalmat tartogatott, a térfélcsere sem hozott szerencsét a Nyíregyházának. 8-8-nál utolérték a magabiztosan játszó szolnokot és egyenlítettek, azonban átvenni a vezetést nem sikerült. 14-11-es pontállás után a hazaiak folyamatosan növelték előnyüket. A vendégek képtelenek voltak zárkózni, a szolnok 25-18-al megszerezte a második szettpontját. A megtört Nyíregyháza a harmadik felvonásban sem tudott kiutat találni, ami kedvezett a hazaiaknak. Az izgalmak a harmadik felvonásban is elmaradtak. A szett a Tisza partiak javára 25-13-mal zárult. A találkozót ezzel 3-0-ra a szolnoki röplabda klub nyerte. Nem volt igazából röplabda értéke, vagy játékértéke a történetnek. Igazából gyakorolni se tudtunk. Azt kell mondjam, hogy sajnos a Nyíregyháza elég gyenge a pillanatban. Ezt nem biztos, nem lenézi, és ez tény, ebben nem tudunk mit csinálni. Jó lett volna egy jó mérkőzés játszani, ugye a Dág lesz a következő mérkőzésünk, és inkább arra próbáltunk fókuszálni a héten is, meg már a jövő héten is, ugye a edzések között, de hát itt ezen a mérkőzésen nem nagyon lehetett fölpörögni. Tisztában voltunk, hogy a gyerekek nagyon nehezen fogják ezt végig szenvedni, ezt a mérkőzést. Látható is volt, hogy rengeteg olyan hiba volt, amit máskor esetleg nem szoktunk elhibázni. Ez azért van, mert nem tudtuk fenntartani a figyelmet, ugye, mert nem volt, mondhatom azt, hogy tétje a mérkőzésnek. Ami fontos számunkra, az a 3 pont, az ugye megvan. Ugye tudni kell, hogy azért a Miskolc is nagyon megerősödött, és két külföldivel áll föl most már ő is, megismerte a Szegedet is, ahol szintén két külföldi van. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy nem egy egyszerű történet nekünk ez most, így, hogy még megerősítették a csapatok, vagy a konkurens csapatok ugye a saját csapataitakkal, de hát ezt kell nekünk majd feldolgozni, és erre kell készülnünk. A szolnoki röplabda klub játékosai a Dák KSE csapatával február 13-án mérettetnek meg a Dorogi Városi Sportcsarnokban. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Szolnok Sportba, egy hét múlva ismételten várom Önöket, és ne feledjék, kedden pedig kerekasztal beszélgetéssel várjuk majd Önöket. Viszontlátásra!
Műsorunk támogatója a Flirt motorvonatok hazai gyártója, a Stadler Rail csoport.